Mellkasi panaszok miatt kórházba került Kovács Béla, a Jobbik EP képviselőjelöltje. Arról majd az orvosok döntenek, hogy részt vehet-e a kampány rendezvényein. A párt ugyanis nem akarja visszaléptetni a politikust. A Jobbik szerint nincs is olyan bizonyíték, amely alátámasztaná a kémkedés gyanúját. A Fidesz viszont ezt megalapozottnak látja. Közben kiderült, állítólag külföldi titkosszolgálatok is figyelték Kovács Bélát. Kovács Béla, a Jobbik európai parlamenti képviselője véleményünk szerint hazaárulást követett el. A Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes tagja szerint egyértelmű a kémkedés gyanúja. Egy kémkedés ügyben. Közben az MSZP felszólította Kovács Bélát, hogy mondjon le jelenlegi brüsszeli mandátumáról, és ne is induljon a vasárnapi választáson. Kérdésünkre, hogy ezzel egyetérte a Fidesz, Németh Szilárd kitérő választ adott. Kovács Bélát Vona Gábor hozta, Kovács Béla mellett Vona Gábor áll ki, Kovács Béla jövőjéről Vona Gábor dönt. A Nemzeti Választási Iroda vezetője híradónknak azt mondta, a Jobbiknak van rá lehetősége, hogy visszaléptesse a jelöltet. Minden jelölőszervezetnek van arra lehetősége, hogy visszaléptessen egy-egy jelöltet, de senki nem kötelezheti rá sem a jelöltet, sem a jelölőszervezetet, hogy visszaléptessék, vagy visszalépjen önmagától. A Jobbik szóvivője azt mondta, nem léptetik vissza Kovács Bélát. Szerinte a Fidesz a titkosszolgálatot is felhasználja politikai ellenfelei lejáratására. Mirkóczki Ádám arról is beszélt, hogy Kovács Béla mellkasi fájdalmakkal kórházba került. A Jobbik bocsánatkérést vár Németh Szilárdtól. Minimum kérjen ugyanígy a sajtó nagy nyilvánossága előtt bocsánatot Kovács Bélától. Kívánjon neki jobbulást. Kovács úr elmegy, jól látja. A szóvivő azt is mondta, nincs is olyan kép- és hangfelvétel, amelyről bizonyítékként beszélt Németh Szilárd. Ilyet a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén sem mutattak be.